Megérkeztünk, megérkeztünk. Meglátod még majd, áldani fogod a nevemet, hogy ilyen röndös helyre szöröztelek. Édesanyád, nem különben hálálkodni fog, hogy a nyáron kutyafittye emberséget szödöl össze. Néha sokan hálálkodtak már Toppancs Miskára. Na, tudom én, hogy te derény gyerek vagy, a hiába mondta a kecüli üstfódozó, hogy már csak akasztottak volna fő a nevet napján. Rendhagyó évad záró gála műsort rendezett a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Az Indul a Bakterház című népszerű előadás 100. ismétlését játszották. Az előadás közben adták át az évad legjobbjainak járó elismeréseket. Az Indul a Bakterház szereplői nem voltak beavatva, így váratlanul érte őket, amikor Mezei Zoltán társulatigazgató időnként megszakította az előadást a díjak átadásával. Gerdélyi Hermina az évad legjobb női, Pálfi Ervin pedig a legjobb férfi főszereplője a zsűri szerint. Mindketten Marius von Mayenburg a Csúnya című előadásában nyújtott alakításukkal érdemelték ki az elismerést. Pálfi Ervin a közönség szavazatai alapján is a legjobbnak bizonyult. Köszönöm szépen! Köszönöm! Minden díjamat nagyon, nagyon szeretek, és nagyon boldog vagyok, de most különösen boldog vagyok, azért, mert a Csúnya, összes három Fannia a számomra a szívem csücske, és nagyon szeretem ezt az előadást, és nagyon boldogan játszom ezt az előadást, és emiatt nagyon-nagyon jól esik, hogy ezt így értékelték. Milyen volt számodra ez az évad? Hát végül is olyan kicsit csonka évad volt, mert... Tehát tulajdonképpen ez az egy munkám volt az évadban, és hát azt hiszem, hogy az az egészséges egyensúly, ha az embernek van legalább kettő, nem nagy, de mondjuk kettő munkája, tehát így arányosan elosztva, tehát végül is ez most így nem volt, most sem, de remélem, hogy a következő évadban majd talán több feladatot kapok, és több munkám lesz. Pillanatra visszatérve a Csúnyára, mi mindent kaptál ettől az előadásról, illetve a három karaktertől? Nagyon fontos volt számomra mind a három karakter, azzal, hogy a külön szívem csücske a 73 éves Fanni figurája volt, akin így nagyon sokat gondolkodtam, és őt valahogy vizualizálni is tudtam a fejemben, hogy most hogy nézked ki, vagy hogyan mozog, vagy hogyan beszél, vagy milyen. Ami a legtöbb, amit kaphatok, vagyis kaptam, az egy felhőtlen játéknak a lehetősége. Tehát ugye most még relatív fiatal ez az előadás, és még mindig ugye óvatosak vagyunk vele, mert ez egy relatív fiatal előadás, de érzem, hogy amikor lejátszunk belőle még többet, és ez rutinos lesz, akkor ez egy felhőtlen játék lehetőségét adja, és ennél több pedig nem kell egy színésznek. Jól meg van alapozva, ki van teljesen vesézve, úgymond a darab, tehát, hogy át van véve, átolcettik, hogy miért, hogyan történik, úgyhogy innentől kezdve csak játszani kell, és ez a legnagyobb jutalom, amit egy színész kaphat. A zsűri döntése alapján a 2011-es, 12-es évad legjobb férfi főszereplője, aki nem más, mint a Csúnyában nyújtott alakításáért, Pálfi Ervin. Danke schön, köszönöm szépen. Az én eddigi pályám nagyon szerencsésen úgy alakult, hogy szinte minden évadban kapok egy olyan szerepet, amivel valami olyasmit tudok produkálni, amire odafigyel a szakma és odafigyel a közönség is. Ilyen szempontból ugye
egy része a dolognak már úgymond tálcán van, ott van előttem, csak kellőképp koncentráltan és megfelelő odaadással és energiával kell dolgoznom ahhoz, hogy ebből ki is tudjam hozni a maximumot. Én minden alkalommal megteszek, úgy gondolom, hogy a tehetségemhez és nem tudom mihez mérten a legtöbbet megpróbálom adni ahhoz, hogy a lehető legjobbat hozzam össze egy szerepből. És remek dolog ezt, hogy a közönség észreveszi, remek dolog ezt szerintem, hogy a nézők visszajárnak. Ha más nem azért, hogy lássák ezeket ezt a maroknyi embert, aki itt dolgozik nagyon áldatlan körülmények között, és próbálnak mindig valami olyan produktumot létrehozni, ami elgondolkodtat, ami itt-ott szórakoztat, de tartalmasan szórakoztat, ami kinyilvánítja az alkotóknak a véleményét erről a nagyon furcsa és kizoid és eltorzult világról, amiben élünk. Azt gondolom, hogy Dömötör Andrással dolgozni, aki a Csúnyát rendezte, az egy olyan próba folyamat volt, amire emlékezni fogok mindig, mert azt gondolom, hogy nagyon jól megértjük egymást emberileg is, és mint ő, mint rendező, és én, mint színész. És azt gondolom, hogy nagyon sokat tudok tőle tanulni. Ez nem jelenti azt, hogy csak tőle tanulok, félreértés ne essék, de ő azt gondolom, hogy olyan fajta színházat képvisel, amit én igen közelének érzek magamhoz. És hogyha én rendező lennék, és úgy vannak ilyen titkos ambícióim, hogy talán egyszer szeretnék megpróbálkozni rendezéssel, akkor valószínűleg, hogy olyan módon nyúlnék hozzá egy anyaghoz, ahogy ő hozzányúl. És ami pedig a lenyűgöző benne az, hogy fanatikus. És én is tulajdonképpen annak tartom magam, de ő sokkal nagyobb fanatikus, mint én. És azt gondolom, hogy ez mindig eredményes munkához vezet. Akkor egy picit kacérkodsz a rendezés gondolatával, így van? Igen, abszolút. De már elég régóta, tehát ez úgy már egy 5-6 éve motoszkál bennem, úgy, amíg működött a Szabadkai Színitanoda, akkor ott a Szőke Attilával egyetemben rendeztünk is egy darabot, valamint amikor Béres Márta egy generációja negyedéves hallgató volt, akkor Nagybecskereken rendeztem egy darabot, és mind a kettőt azt kell mondjam, hogy iszonyatosan élveztem. Az egyetlen probléma az, hogy amikor eljön a bemutató, akkor szörnyen ideges vagyok. Tehát soha színpadon, mint színész nem voltam olyan ideges, mint amikor rendezőként ott ül az ember, és tudja, hogy ez az ő keze alatt született valahol ez az egész, ez a darab, az előadás, és amikor megindul a történet, már semmi nincs a kezébe, onnantól kezdve csak a színészeké. És ez egy borzasztó érzés, tehát hogy nem tud az ember hozzányúlni olyankor már. Tudod-e konkrétan, hogy mit szeretnél egyszer színpadra állítani, vagy azt majd a véletlenre bízod, és az idő eldönti, vagy már gondoltál erre? Vannak bizonyos ötleteim, de az, az igazság, hogy bátortalan vagyok még belefogni. Nem tudom, szerintem el fog jönni az az idő, amikor egyszer csak magától így az egész valahol kipattan, és lesz rá egy darab, lesz rá egy csapat, aki úgy a fejemben van, de hogyha nem lesz, akkor nem lesz. Tehát ezt úgy nem akarom úgy ezt mindenképpen célnak kitűzni magam elő, hogy már pedig hatodik haszakad én rendezni fogok. A nézők másik kedvence Kalmár Zsuzsa. Közönség kedvence vagy ismételten. Milyen érzés számodra? Hogyan fogadod ezt, hogy a közönség ennyire szeret és értékeli az alakításaidat? Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Tehát én ezért lettem színésznő annak idején. És sokszor mondják, hogy a közönségdíj sokszor attól függ, hogy az ember mennyit játszik. Nekem van már olyan közönségdíjam is, ami nem attól függ. Tehát, hogy minden egyes évben azon gondolkodom, hogy mivel érdemeltem ki azt, hogy én lettem a közönség kedvence, és ez mindig határtalan melegséggel tölti el a szívemet, hogy ezért is mondtam itt az este folyamán, hogy ebben az évadban kifejezetten olyan előadásokat játszok, amiket nagyon szeretek. És azt gondolom, hogy ez a szeretet, ez a közönségnek is legyen. És hogy emiatt választottak, vagy hát remélem, hát ez fáradtság, hát át kell nézni, hogy kik játszanak, be kell karikázni. Meg szerencsére olyan előadásokban játszom, amit a közönség is szeret, tehát nagy általánosságban ezt tudom mondani. Most volt a bemutatónk a Virasztók, és azért mindig kell egy-két hét, hogy lecsengjen az emberbe egy-egy újabb bemutató, úgyhogy bennem most ez él a legélénkebben még mindig. És ezt is nagyon szerettem, tehát szerettem a próba folyamatot is minden, de hát nem hagyhatom ki az egymással, mert az viszont azt gondolom, hogy egy meghatározó előadása itt a Szabadkai Színházbeli ténykedésemnek úgy egyáltalán.
És hát a Cseresznyéskert az meg, mivel nagyon szerettem Csehovot meg az oroszokat, azért a Cseresznyéskert így külön ezt a szláv részét a lelkemnek azt úgy teljesen kitölti, meg nagyon szeretem ezt a várját, akit játszom benne, úgyhogy igazság szerint mindegyiket felsorolhatnám itt neked. Mindegyik ad valami örömet, tehát egyetlen olyan előadás nincs, amire úgy jönnék be, hogy jaj, ne, csak inkább más, hanem mindegyikkel egy ugyanolyan lelkesedéssel tudok belevágni minden estébe. Azt kell mondjam, hogy ez koronája volt az a mai este ennek az évadnak. És én nem is tudom, igen, fáradt vagyok, de hogy ilyen, tehát ilyen siker után az ember úgy érzi, hogy akkor gyerünk még, és még, és még, és még. De hát nyilván azért a szünet mindenkinek kell. Izgalommal várom a következő évadot. A legjobb női és férfi mellékszereplőt is díjazták, ezeket az elismeréseket Körmöci Petronella és Ralovszki Csaba vehette át. Ők Csehov Cseresznyéskertjében játszottak. Már amikor a Cseresznyéskertet próbáltátok, láttam rajtad, hogy nagyon-nagyon élvezed, nagyon jól érezted magad a próba folyamatban. Most a zsűri értékelte az alakításodat a Cseresznyéskertben. Milyen volt számodra a Cseresznyéskert próbája? Hogyan emlékszel vissza így ma este? Hát én nagyon szerettem próbálni a Cseresznyéskertet. Én nagyon sok fórumon elmondtam azt, hogy nagyon szeretek klasszikus játszani. Shakespeare-t is játszottam elég sokat, de hogy Csehov is ide tartozik. Bérces Lacival is már ugye dolgoztunk együtt a Géza gyerekben, és vele ez egy nagyon kellemes, jó munka volt. Hogy értékelte a szakmai zsűri, az számomra egy külön ilyen ajándék, hogy úgy mondjam, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy például a tavalyi évadban nem vártam jobban inkább a mellékszereplő díját, most nagyon sokan játszottunk mellékszerepet, valahogy ilyen volt a leosztás, úgyhogy ez nekem most így egy külön ajándék. Hogyan értékeled ezt az évadot? Hát sok minden volt. Volt zenés is, volt abszurd is, volt kortárs is, volt klasszikus is. Szerintem meglehetősen vegyes. Plusz még ugye tavaly előttről, sőt, hát a ma esti előadást, ugye 10 évvel ezelőttről is maradtak itt előadások. Szerintem, aki szereti a színházat és jár színházba, az talál kedvére valót. Nyilván mindegyik előadás nem szólhat mindenkinek, mert olyan nincs is. Akkor elégedetten zárod ezt az évadot, a ma este megkoronázta. Magam részéről elégedett vagyok, igen. Szép jó estét! Azt gondolom, hogy a Zoli is 190 felett van, úgyhogy akarsz csendőrnek beállni, akkor hónap besorolunk. Nagyon szépen köszönöm a zsűrinek, de nagyon melegen van, folytassuk ezt az egészet, csókolom mindenkit. További kellemes estét, köszönöm. Az az igazság, hogy minden ember máshogy vélekedik ezekről a díjakról, én azt gondolom, hogy én csak a saját nevemben tudok beszélni, mondjuk nekem mindig ad egy kis motivációt, ilyen pozitív, szóval nekem mindig ez ilyen pozitív visszajelzés, akár a zsűritől és a közönségtől természetesen, és hogy mondjuk a jó úton haladok a szakmámban. Örülök ennek a díjnak, kicsit meg is lepődtem egyébként, de a Cseresznyéskert is azt gondolom, hogy mindegyikünknek egy ilyen szívecsücske, mert az ember nem tud egy emberöltő alatt, nem hiszem, hogy többször lehet, hogy lehet, de nem olyan sűrűn ilyen nagy drámákban játszani, azt gondolom, mint ez mint a Cseresznyéskert, és én személy szerint nagyon örülök ennek a díjnak most. Milyen volt ez az évad számodra? Elégedetten zárod-e ezt a szezont? Nagyon elégedetten, az az igazság, hogy tényleg sokat dolgoztam, ami jó érzésre töltött, és ilyenkor az embernek az az érzése, hogy elmehet a megérdemelt pihenőjére. Hát a Cseresznyéskert volt az első, utána volt egy úgy szabadságom, hogy a Kosztolányi Dezső Színházban játszottam a Hamletban, szintén egy
hosszabb próba folyamatot, és utána a Virrasztók, úgyhogy ami most volt pár nappal ezelőtt a premiére. Úgyhogy most így ezzel az évadzáró gálával azt gondolom, hogy pontot tehettem az íre, meg azt gondolom az egész társulat, és elmehetünk tényleg a pihenőnkre. Mit vársz a következő évadtól? Mit kívánsz magadnak a következő évadra? Hát azt gondolom, hogy az ember mikor dolgozon, ha nem most, úgyhogy szerintem feszülésig tartó munkát, azt gondolom, azt kívánom saját magamnak, és aztán szerintem ez így is lesz, mert minden évben, és várjuk a következő szezon. Menj maga! Nem láttad az én megboldogult öcsémet, amelyik a minap meghult? Hát azt nem igen láttam, mert hogy a más világon nem igen vagyok ám járatos. Menjél be! Nem tudom, mi van vele. Nem tud megnyugodni. Az éjszaka meg már az ágyam, hogy zsáljon fel, látod meg én! Na, mit ugrálsz itt a bakkecske? Keresem a bugáspalcsit. No, már csak ezt hiányzik. A bent van! Az éjszaka meg már az ágyam, hogy is oda áll. Ja, hát a más világon kísérteni. Én is láttam valakit a csúkok körül rólálkodni embert, én meg se gondoltam volna, hogy ő az. Bakter uram, vigyázni kő, mert ez a gugásparcsi rákap a tyúk tojásra, akkor aztán kúdus botra itt az egész baktérhalt. Hozni kéne valahonnan egy kis szentelt vizet, ilyenkor az segít a legjobb. Legjobb lesz, kisfiam, ha te rögtön reglest megindulsz. Én azt nem megyek sehova, nekem nem rakanom a kísértet, tőlem a háztetőn is táncolhat az a gugás. Na menjél be a kamrához, hozzad a kulat. Oda meg egyáltalán be nem megyek. Hát ott olyan sütít vagy, a nyakamba ugrik. Na, akkor majd én kihozom. Háromszáz szál füstölt kolbász, 20 kg szalonna és 3000 gombóc. Ezekből a kellékekből ennyi fogyott az Indula Bakterház 100 előadásán. 10 év alatt 26 ezeren nézték meg a nagy sikerű vígjátékot. Az előadás továbbra is repertoáron lesz. Ősztől Barát Attilát látják majd Bendegúz szerepében. A jubileumi előadás végén Szőke Attila átadta szerepét utódjának. Nem voltam kőfa, acél. Hol a cél, hol a cél? Voltam csepp, hírpatak. Pára lettem. A Népszínház tortával és pezsgővel köszöntötte az Indula Bakterház csapatát, a közönséggel együtt ünnepelték meg a 100. ismétlést. Az igazság így a végén már nagyon boldog vagyok a ma este kapcsán, látván azt, hogy a nézők olyan lelkesedéssel és kitartással vannak mellettünk, és boldogok, ha ebbe a színházba bejönnek. Ettől boldog a színész is, boldog vagyunk mi is, és itt
itt nyer értelmet a munkánk, a létezésünk, az egész mi voltunk, és ezt végig élni így egy egész estét remek előadással, nagyszerű színészi teljesítményekkel és boldog közönséggel, ez mindenképpen egy öröm. Örömmel végződik. Az évadunk igen munkás volt, bár azt gondolom, hogy nagyon tartalmas, nagyon jó előadásokat sikerült létrehoznunk. Én azt gondolom, nagyon széles spektrumon mozgott a repertoár, tehát a négy bemutatott darab, a repertoár színházhoz hűen. Én azt gondolom, hogy a nézőnk több rétege is megtalálta a számára leghasznosabbat, én azt gondolom. Rengeteg vendégjátékunk volt, ez sok munkát, sok plusz munkát adott, de azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tudjanak rólunk határon túl Magyarországon, és ilyen formában tudjunk csatlakozni az egyetemes magyar színjátszáshoz. A tévé, a Magyar Televízió két előadásunkat rögzítette az idén. Jártunk a Thália Színház által rendezett határon túli fesztiválon, Kecskeméten jártunk, a Kreonnal, ahol eddig még nem. Jártunk a Pécsi Fesztiválon országos, tehát a Poszton, ami egy nagyon rangos dolog a számunkra, habár off-produkcióként a Kreonnal, de mindenképp fontos lépésnek tartom. Úgyhogy egy izgalmas, esedménydús, azt gondolom, hogy jó minőségű, lentületes évad áll mögöttünk. A következő évadról elárulhatunk-e valamit? Mi jellemzi majd? Az újdonság jellemzi, ugyanis két új rendezőnk is lesz a jövő évadban. Ez nagyon fontos a társulat vércseréje szempontjából, hogy ezt mondjam, frissen tartása szempontjából. Az egyik rendező, aki én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy elfogadta a meghívásunkat, és szintén egy minőségi jelző az, hogy ő a jövő évadban itt van, az Tasnádi István kortárs drámaíró, aki ír, tehát ír egy darabot erre a csapatra, nem erre a helyzetre, de ebből a helyzetből, ebből az élethelyzetből, amiben mi vagyunk, ebből merítve ír egy darabot, és azt rendezi is. Tehát ezt én egy nagyon fontos dolognak tartom, hogy ő ezt a meghívást elfogadta, és nagyon izgalmas munka vár ránk, mert egy bizonyos értelemben új munkametódust hoz be, bizonyos értelemben már a társulat számára az ismert, hogy helyzetekből, helyzetgyakorlatokból egy bizonyos vázlat alapján épít egy előadást, és ősbemutató lesz tulajdonképpen október közepén, és lesz még egy új rendezőnk, ő pedig az évad végén, Tanya Miletić személyében, aki egy szarajevói színházi rendező, és Prágában tanult, sokfele jár a világban, és egy nagyon, ő lesz úgymond a kísérleti produkció az évadban, tehát próbálunk minél szélesebb spektrumon mozogni, és a kortárs színjátszás vagy színház elemeit fölvonultatva, a zenés végjátéktól kezdve az abszurdon keresztül a groteszkig mindenféle műfajt, ahogyan csak tehetjük, fölvonultatni a repertoárunkban.